Cserháti Zsuzsa, magyarországi énekes legismertebb dalai csendültek fel keddeste Csantavéren. Egy rózsa kell. Az Emerton díjas művész a 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője volt. A 80-as években háttérbe került, majd mintegy másfél évtizedes kihagyás után 1996-tól Magyarország legnagyobb sikerű visszatérését mondhatta magáénak. A Hamu és Gyémán című albumával óriási sikert aratott. Boldogan vállalt újra fellépéseket. Halála előtt ismét depressziósá vált, orvosai szerint természetes halála halt meg 2003-ban. Egy ér megrepedése miatt percek alatt elvérzett. A mostani előadás neki állít emléket. 3 éves álom válik ma este valóra. Az egyik barátnőnk biztatására kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne Cserháti Zsuzsa életét hitelesen, az igazsághoz közelien feldolgozni. Az üres szobában unatkozó, ám egyfolytában Cserháti Zsuzsa hangjáról álmodozó férfi szerepét Ralbovszky Csaba játszotta el. Én egyébként szeretem ezeket a műhely munkákat, a kis szereplős darabokat, és az az igazság, hogy a duetteket imádom. A Bartók Béla Művelődési Egyesületbe a Magyar Összefogás jelöltjei is ellátogattak. 2 célt szeretnénk elérni, a hivatásos színházaknak a vendégszereplését, megoldani minél több helyre a legkisebb közösségbe is eljussanak, ennek pedig nagyon fontos a föltétele, hogy olyan műszaki kellékrendszerre rendelkezzen elsősorban a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata, amellyel bárhol be lehet mutatni ilyen előadást. Csantavéren nagy az érdeklődés, de a művelődési műsorok kínálata évről évre szerényebb. Látván azt, hogy hogyan jönnek a csantavériek, tehát hogy tömegesen érkeznek a rendezvény színhelyére, gondolom, hogy nagy szükség van az ilyen és hasonló rendezvényekre. A vajdasági falvakban nagyon ritkák az igényes előadások. A közeljövőben ezeken a mutatókon is szeretnének javítani. Terveink közt szerepel a vajdasági magyar színjátszás megújítása, de hát a számos kultúrkörnek is a támogatása, ami benne van már a megírt kulturális stratégiában is. A Csak ne legyen csend című előadást Vajdaság több pontján is bemutatják majd a következő hetekben a Magyar Összefogás támogatásával. Ma Nagybecskereken láthatja a közönség.